Az elején ugye mindenki bekerül, mindenki lázad, mindenki öngyilkos akar lenni, mindenki ki akarja magát csinálni. Te is akartál öngyilkos lenni? Persze, én is, nekem is a fejemben megfordult. Csak utána úgy voltam vele. Nem, mert hogyha megpróbálom, akkor a sikerült, tudod. Tehát én annyi könyvet olvastam, hogy tudtam, hogy hogy kell úgy magam kinyírnom, hogy ne fájjon. És nem akartam ezt az örömet megadni senkinek, hogy azt mondják, hogy egy ába nyúl vagyok. Mert tudod, ez egy megfutamodás. Az ember öngyilkos lesz, az ember futamodás. Mennyi idő telt el ahhoz, hogy te mosolyogni tudjál őszintén? Hát én azt hiszem, hogy a legnagyobb katarzis bent az akkor ért, amikor apám meghalt. És az azért volt nekem mérföldkő, ezt egy újságból tudtam megképzeld el, és ez se volt, hát tragédia volt nyilván, de én ugye előtte apámmal 10 évig nem beszéltem. Viszont apám nekem már 8 évesen azt mondta, hogy fiam, a börtönbe fogsz megrohadni. És ezt tolta minden áldott héten, minden áldott hónapban, hogy semmire kelő vagyok, soha semmire nem fogom vinni. És közben vert. És közben vert, és gyakorlatilag, amikor apám meghalt, akkor az ő jóslata beigazódott. Mert ugye akkor kaptam 17 évet. Pont 2002-ben, amikor jogerős 17 évet megkaptam, akkor halt meg. És úgy voltam vele, hogy nem akarom, hogy ő nyerjen ebben a kettőnk közti csatában. És az apám halála volt, azt hiszem, az egyik nagyon sarkalatos pont, amikor muszáj volt váltanom. Mondtam, hogy ha nem változom meg, akkor gyakorlatilag apámnak a jóslata beteljesül, és azt nem akart.